Na be, ha gyerünk, de hallgatunk van a gyerekre reggelig a... Na gyerünk a szemüvegen. Ó, Istenem! Itt vagyok győzős! Na végre! Sziasztok! Uram is! Isten! Ezt szórakozzatok, van mi a meg? Tudod! Ja, van mi, Bori! Nem megyünk a velóval. És mi van győző? A Bori! Tudod, hogy nézek? Ne szórakozzatok ma! Tudod, hogy nézek? Mikor nézem a külföldi filmeket, azt vannak benne azok a turista! Mari, mi? Gaspar Zsolt! Elveszek, kialok, így én! Úristen, győzött, mit rakottam? Mi van benne? Hát nézem, mi van benne? A cuccaim vannak benne. Hát nem voltam még nyugaton, nagyon készültem, mert azért is vettem fel ezt a havai inget, meg a szalma kalapot, hogy teljes mértékben udlansak, hogy én teljesen kint egy ilyen nagy turista vagyok, meg kiránduló ember vagyok. Nézzétek meg neki, az is maga készült. Nem havajra megy. Hogy nem szesőrre megy. Jó, kezdődik, jó lesz. Hát ilyen városnézésre megyünk, nem? Hát meg ezért nézzük meg, tudod, a Júlia és Júlia, itt van meg. Júlia és Júlia. Itt van. Hát, Bori, ezt a műrűcsit volt, minek tettem fejét? Ez a nevetség. Ezt minek hoztad ezt a magyar? Hallgatom a rádiót. Hát a mi hallgatom, ott nincs a magyar rádió. Na. Hát azt a csúnya, sáros gumicsizmat rátettem a tárgyalára! Te már jöttem, azt mondta, csies! Hát és Zsolti, ne tudj! Hát azt kérlek, ha megyek ott még ki a erdőbe! A kisgyereknek a olyan nagy fényképet! Hát a gyerekeket lássam, a gyerekeket! Ha nem lesz, nincsenek velem a gyerekek! Most mit nevez? Hát ezek a macik mineket? Hát azok a lássam! Hát a gyerek! Azok a lássam! Ne szórakozzatok a győzőt! Jaj, de édes! Ezt minek tetted be? Hát azok a lássam! Én nagyon is hatizom a téteket! A csizmát hagyd! De nem hagyom, semmit nem hagyok itt! Mert itt van már kény! Hoztam a betyalkot magammal! Hát kicsoda ilyen! Hát a fürdő! Most mit nevez? Hát a hova mész? Én nevez, hogyha bemegyek a tengerbe! Jaj, de csinos ez is! Hát megyek bárgyal! Ez nem női bejáé. Maga a veronai utat, mint az utazást, ezt abszolút de nem várom, hogy Győzőben meg Zsoltival egy kocsiba ülni, mit tudom, 800 km-en keresztül, ami nekünk egy nap lesz szerintem, azt annyira nem. Sőt, mi több, hátam közepére sem. Ketten nem vagyunk annyival, mint te egyedül. Ha én viszek magam, valami bejá, azt a macit, ha nem adod nekem. Én nem, hát azért viszem magam, hogy itt legyen így, de akkor. Jó, gyerünk. Jó, látom, szép utazósnak nézek elébe. Minden. Édes, édes! Még a kipacikéreket! Nagyon. Nekem a személy, itt van. Megvan minden. Ebben a lendező minden gyerekét. Tényleg a pénzt hoztad? Milyen pénzt? Hát milyen pénzt, amit odaadtam neked? Hát milyen pénzt, gyerek? Amit rá kellett volna utána. Rá kellett, hát még mondtam, hogy odaadtam. Rá kellett utána? Ne szórakozzatok ma! Mondtam én, hogy odaadtam neki. Ha ne szórakozzatok ma! Hát hol a pénz? Na, van a pénz, nem utaltad el? Hát ízét vettem rá a gyerekek! Hát de mondtam, hogy ezt ma a gyerekek, vettem benne egy birkát, vettem, mi vettem 40 más kukoricát. Hát de Zsolti, mondtam! Győzz, most ezt nem mondjuk komolyan! Zsolti, de most nem viccelsz velünk! Azt a minden! Hát de akkor a szállás miben van? Várja, ma, egyszer egy beszél ma! Zsolti, odaadtam neked 600.000 forintot! Azt mondtad, hogy mikor megyünk Verónába, azt te visszahozod! Viszed el, Győző! Vettem rá a tápot, kukoricát, meg vettem egy barát. De most ugye, most szivatsz, ugye? Nem szivatlak. De Zsolti, ne idegesítsi magad, most megyünk ilyen messze. Hát én azt hiszem, hogy nálatok vannak ilyen izi lehúzók, vagy valami. De milyen lehúzó? Vagy arra kellett volna rá fizetnem? Mondtam Zsolti, hogy a 600.000 forintot vegyed vissza készpénzbe, vagy tedd fel kártyára nekem. Utald el, ezt mondtam. Hát a bankszámlaszámot van nála. Hú, Győző, megmondom most csak. Most ugye szivatsz. Nem szivatlak is. Zsolti, ne csináld ezt, 800 km van előttünk, ne csináld ezt, Zsolti, ugye nem csinálod ezt. De Győző, én nem tudtam, hogy nem hoztok magatokat, vagy valami ezt a kartyagot, hogy lehúzzak, vagy valami. Teljes mértékben magamat hibáztatom, mert Beja is felkészült, Győző is, ma nagyon rajta volt, úgyhogy én ezt nagyon is sajnálom, de nem kellett volna neki ordítani. Hol a 600.000 forint? Hallod, birkát vett, hát most... Addig melyik szót nem értitek, hogy hova tettem a pénzt? Mi bajotok van? Ennyi pénzzel jöttök el, milyen ízék vattok ti? Hát ez volt a processzer vagy!
Hát az ennyibe kerül. Hát én odaadtam neked ma a mai napig, hogy add vissza a pénzt. Ne idegesítsél, a producer vérem. Hát odaadtam neked 600.000 forintot. Győző, ha befektettem. De Zsolti, ne idegesítsél, akkor nem indulok ilyen nagy útnak. Neki ne idegesítsél, már szétverem a kocsit. Akkor honnan? Akkor mit tettek volna a birka? De Zsolti, ezt mondtad, hogy visszaadod a pénzt. Ne idegesítsél már fel. Ne oroszul, ne legyél, ma mit ordítasz? Na, mi az, hogy mit ordítbálok? Basszus, beállni 800 km, azt nem hozz el a pénzt. Hát akkor miből fizetkedtünk? Hát akkor miből? Akkor most kimegyünk nyűkből? 4500 forintból megyünk ki Verónába, ne idegesítsél már fel! Odaadtam neked a pénzt, akkor most miért nem adod vissza? Megbeszéltük, hogy ma már ad vissza! Baja, ma. De sorti balja! Na, látod, de milyen embered van neked? Hát de igaza van! Mi neki van igaza, amíg ér, amúgy? Én vagyok a hódkóros, én vagyok a hódkóros! Mondtam, hogy add vissza a pénzünket! Szépen odaadtam, Zsolti, elmondtam neked értelmesen! Elmondtam neked értelmes, hogy megyünk Verónába, az volt az utolsó. De van nálam 900 forint. Hát de 900 forintból mi a k***t csinálunk? Faszta mindenit. Aki a kocsiból, itt most szépen megállunk, és most szépen megállunk, és kiszállsz? Nem barátod. Velem te többet nem utazol, és nem vagyok a barátod, megértetted? Megértetted? Nem való, testvérek vagyunk. Megértetted? Testvérek vagyunk. De hova indexel? Ide leállok szépen, beacskam, ide szépen leállok. De hol ide? Ide valahova leállok, hát, le lehet állni valahova, ilyen záróvonalban. Minden még ezt se jön ki nekünk, hogy leálljak. Ide szépen leállok, testvérem, ide leállok. Én nem szállok ki. Szépen én nem szállok ki. Szépen leállok ide, testvérem, kirakom az elakadás jelzőt, szépen kigombolod magadot, odadom a bőröndödöt, azt mégy magadnak haza, megértetted? Hogy belőlem bolondot nem űzöl? Hogy belőlem bolondot nem űzöl? Nem hiszem el, hogy ma este nem leszek Olaszországban. Nem hiszem el, hogy ő miatta, nem hiszem el, hogy egy hetes szervezésem, e-mailezésem, skypozásom, mindenem tönkrement. Bea, szóljon ma neki, Bea! Hát szóljatok ma neki, Bea! Hát én nem megyek sehova, győző! Nem megyek sehova! Én nem megyek sehova, győző! Álljál ki onnan! Nem megyek sehova! 900 forinttal megyek neked Verónába, te normális vagy, te mindig egy család az ember után, amit te jössz ki, mint ebből jó, szállj ki! Nem megyek, nem megyek! Mondom, szállj ki, ne akarod, hogy megverjelek, szállj ki! Nem megyek sehova! Nem megyek sehova! Nem megyek! Nem megyek sehova! Nem megyek sehova! Szállj ki! Nem megyek! Szállj ki, ne akarjad-e! Szállj ki! Mennyi az, hogy akarsz? Hát tiszteljét csinálsz magadból! Mi bajod van neked is? Üljél oda! Magyarázol! 900 forinttal, míg izébe nem jutsz el Tariánba! Gyerünk ma haza, könyörgünk! Gyerünk haza, győző! Gyerünk haza, győző! Győző, kire rakjad? Kire rakjad a cuccomot? Kire rakjad, győző? Kire rakjad, győző? Hívete meg odaja! Hívete odaja! A győzőre megmondom őszintén, nagyon haragszok, a csúcson fogom vágni őtet, ez nem szép munka volt, úgyhogy kap egy nagyon nagy sallért fog kapni tőlem. Ez meg fogja emlegetni 4,5 évig. Szép munka volt, te! Itt van a ügyintőn is, te! Hallod, győző! Akkor ma húgyaltok meg tíka! Itt van, ez igen, ez szép munka volt. Na, ez korrekt. Majd csak felvesz valaki. Zolikám, hol van Zoli? Na, az oda indulja elértem! Itt vagyok a 21-esen! Ez sóes van, mert szét vagyok! Ez a okos bátyám kidobott... Gyere, induljál, Zoli! Ja, jó, de szerencs, hogy berakta Afrika egy kicsit. Hát, ez nyúlva. Biztos, hogy így akarod, hogy az úton hagyni? Nincs. Hát akkor... Én nem látok, én nem hallok, én nem beszélek. Maradjunk annyiban. Nem az volt, hogy én kidobom, hanem az volt, hogy nem bírom magam mellett elviselni, mert könyörgöm, ez egy üzleti út lett volna.
Győző, ne idegeskedjél, ma meg ne sírassam, mert az úgyis úgy van, gyerünk haza. Nagyon könyörgöm, hogy nagyon menjünk haza. Vagyok, hát de hát tudod, hogy honnan jöttem? Ez a hülye bizamott engem, ez a hülye b***. Tedd be azért kopferomot. Mi ez? Hova? Hova jössz? Ha mentünk volna külföldre b***. Tedd be Zolika, mit hagyott ez a hülye kidobott b***. Hazamegyek, pofán vágom, Zoli! Pofán vágom! A franta pofáját neki. Nézd meg ezt! Ezt hova tudok menni? Na mit tudom én, Verónába mentünk volna, fel voltak akadva b***. A pézi! A pézi! Hát azért már csak úgy pofán vágom, hogy ne szeged a pofája neki. Az abot mindenki? Hát ebben járkoltam volna ott kint. Ezzel? Hát ez már onnan van 12 éve, Zoli. Azért már olyan izével az én kezemben. Ki van, ha? Ja. Hazaérkeztünk. Ma vissza is jöttünk. Eljutottunk Verebélyig, nem Verónába. Ágyi, hogy lass csillapítunk egy nyugtatót. Mi, mit történt? Semmi. Összeveszett a... Mi az, hogy összeveszett? Mi hazudozol? Mondd el az okát is. Nem vesztem volna vele össze. Mondd el az okát. A Solti bácsi nem volt hajlandó pénzt. 900 forinttal megyünk el Verónába. 900 forinttal. 900 forinttal. 900 forint, én a busz nem visz be téged, tárja a bacsfajért. Én betankoltam, maradt 3500, azt abból nem tudom. Tiszta bolondnak nézik az embert. Várjál most, mondd el, hogy mi volt. Hát kérlek szépen, keresték rajtam a pénzt, mert tény is aludottak nekem pénzt. Hogy fizessen be a számlára. De jó vétel volt, vettem egy bárányt belőle, vettem 40 marsak kukoricát, meg vettem egy kis tápot. A birkáknak, tudod? Most kiborult Győző, kiborult, szó szerint kifordult az agyam. De mi? Hát a pénz... De most várjál, most bőrön. Most ez hova mentetek volna? Verónába, Zolikám, Verónába. Na. Hát azt oda minek? Ha mentünk volna, kell a Rómeós, meg Júlia van az a terasz, oda kellett volna kimennünk, tudod? Meg a temetőbe kellett volna kimennem. Meg a pápától akartam, hogy elajlást hozni ide, mamának itt van a pápa, tudod? Aha. Na. Jaj, hogy rá. Aha. Elajlítam volna nekem itt a pápa. Értem. Na. Ezt így mentünk volna, Zolikám. De kiborult az agya Győzőnek, te. Bagd le akar csapni. Hát ez ma. Kidobni a testvérit, te. Ha milyen munka volt ez tőle, Zoli? Hazamegyek, ezt pofán vágom, Zoli, pofán vágom őket, te! Most kitett, azt ment is el? El úgy elhúzott, kidobta a bőröndömöt, te. Tele van cuccommal, mindennel. Nem a kutya gyerek volt, hé, Zoli. Ez ma a szemtelenség. Ma nagyon. Most értem haza, mit nevettek te? Te is mit nevettek? Ne! Mi volt a bajod? Stoppolta, sógor! Stoppoltam haza. Ki hozott haza? Zolika nem tudott volna értem jönni, te mit gondolsz magadból te? Te senki haza gyerek te. Mondom, hogy mennyit érted vissza. Kidobta a kocsiból, mindegy sínt érte. De amúgy nem itt laksz, hanem ide kellett volna érni. Miért ide jött? Miért nem itt haza család? De haza. De mit gondoltál magadból te? Mondd meg te. De semmi gyerek vagy. Semmi, én vagyok, meg én jövök ki ebből rosszul, ezt a salátát fogom így, azt a fejedre most a helyet megenni, hello? Éhen vagyok, nehogy áldom. Kidobott a pad a kocsiból, kidobott a pad. Anyald meg! Anyald! Van ok és okozat. Menjél most ki a fejedet, te tiszta büdös a szart, te! Okozat! Hát tiszta büdös a szart! Hát én nem bántam, ami a szívemben volt, az a számom volt. Én megmondtam a feleségének, megmondtam Győzinek is. Kicsit kétségbe volt este, most nem emelgette úgy a kezit. Nekem is furcsa volt, azt hittem, hogy letekert nekem egy nagy sallért. De én voltam a hülye, mert akkor, amikor ott volt a konyhában, be kellett volna neki nyomni egy állast, hogy beesett volna a hűtőhöz.
Megtudta volna, mi az a mi atyánk. 2014-ben látni nem kívánunk. Szervusz, Gáspár Zsolt, Hungari. Mindjárt megtöröm a feledőt. Gáspár Zsolt, Hungari. Megyek is el. Menjél magadnak, Gáspár Zsolt, Hungari. Le is zárom az ajtót. Te átemattatok, egy forró te átemattatok. Gyere, gyere, várva téged a feleséged. Otthon várva a szomag feleséged. Mindjárt megcsapnak. Menj innen, menj innen. Mi az, hogy menj innen? Mi az, hogy menj innen? Forintot, jó? Na, viszont látásra, jó is. Átudom, haladtam a kukoricát! Mit csinálj a kukoricát? Felszedem a kukoricát, azt nem adom! Mi te vagy felhamarodva, te? Lefogadom! Kidobta a kocsimó! Mi az, hogy kidobta a kocsimó? Kidobta a kocsimó, te piszok! Megmondtam, hogy legsorollak, megmondtam Zolikának is! Te piszok, senki házi! Feleségednek meg a hangját se akarom hallani! Mivel 2016-ban nem kívánunk ezt! Csukja az ajtót! Ezt az ajtót már tegyed, te tönkre tavaly is! Nem érzi a súlyát annak, hogy ez mi volt. Nem érzi azt a súlyt, hogy amit én tényleg több mint egy hete beleszerveztem, kitaláltam, lerajzoltam, navigációba kitaláltuk, megyünk gyerekeket el. Nem érzi. Nem lehet őt kirakni. Verd ki az ablakot, jó teszed, verd ki! Verd ki az ablakot! Ki, te tiszta bolond! Hát ez tiszta hülye! Ki mondta, ki a hülye? Menj már magadnak haza a feleségedhőt! De ne hozd ki veled az ablakot! Vágyom meg! Menj már haza! Menj már haza! Mit kiabáltok? Ha menj már haza! Tiszta bolond! Tiszta bolond! Tényleg nem kiabáltam volna veled, de gyereke! Hát ez fizikai képtelenség, hogy 900 forintból kimennyi Verónába, akkor mennyi egy kilométert megcsinálunk? Most mennyi, megcsinálunk? 20 fillér megcsinálunk? Akkor most már abboljad magadot, elég! Vegyél be nyugatot, azt tényleg akar befejezni! Én felmegyek aludni, Daki! Hosszan szó szárba verem! Jó éjszaka! Az nem én leszek, aki hozzá! Jó éjszaka! Elhúzom! Hát az adamot eldobom! Hát te egy mind hülye! Úr is.